Hajdúk! És megadja a játékvezető. Hát ez egy igen érdekes gól volt, meg Hajduk tolta el magától azt a játékost, aki ott volt közvetlenül mellette, de hogy miért nem a labdával foglalkozott a Puskás Akadémia kapusa, ez egy hatalmas rejtély. Megszerzi a vezetés tehát a haladás egy szöglet után. Ezt érdemes lesz majd megnézni. Itt jön a szöglet, és Hajduk tologatja el ott a játékost, majd egyszer csak Kuzmics, aki a labdával foglalkozik, bebólintja. 1-0-ás haladás vezetés tehát. Egy pillanatra megállt mindenki, mert igazából még a szombathelyiek sem mertek nagyon örülni, mert nem lehetett tudni, hogy megadja a játékvezető, de a végén Vad 2 úgy döntött, hogy a gól szabályos.